Szia! Üdvét a Rolling Tones csatornán! Ma a török fővárosból, Ankarából köszöntelek titeket, ahol az MAN új elektromos turistabuszának prototípusát próbálhattuk ki. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a csengőt, és akkor nem maradsz le az ilyen következő előzetesekről sem. Gyerünk! Gépjárművében a borsú testérszűrő tiszta levegőt, az ablaktörlő pedig zavartalan kilátást biztosít. Tudom, mennyire vagy tisztában az erőviszonyokkal, de Törökország buszgyártásban is nagy hatalom. Az MAN 1966-ban alapította itt az első külföldi gyárát, mára az ankarai a legnagyobb buszépítő üzemük. Tavaly nyitották meg a vadonatúj PDC fejlesztési központot, amely immár a buszokhoz kapcsolódó minden K+F tevékenységért felel, a tervezéstől a tesztelésen át, egészen az egyedi ügyféligényekig. Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen tucatnál is több műszaki egyetem található a környéken. Valamint az sem mellékes, hogy 100 évre ingyen megkapták a földterületet az államtól, és a különböző kedvezmények jóvoltából 4 év alatt megtérül a teljes beruházás. Gyorsan elmondom és megmutatom a sarokszámokat, hogyha csak ennyi érdekelt, akkor ne tartsalak fel feleslegesen. Az európai gyártók közül az MAN rukkol elő elsőként villanyturista busszal, amelynek sorozatgyártása jövő év végén indul. Akár 61 utast szállíthat, lényegében változatlan csomagkapacitással, hiszen az opcionális akupakok csak a járművezetői hálófülkét számolják fel. Hatótávolsága a 6 akuval és ideális körülmények között 650 km. Egy napközbeni másfél órás töltéssel 750 km is elérhető, nem csak szikrázóan szép napsütésben, hanem a legtöbb esetben. De maradj még egy picit, ássunk a műszaki megoldások mélyére, és nézzük meg, milyen vezetni, milyen rajta utazni. Elsőként a 13,9 méteres változatot villamosítják, ez ugyanis a három tenger jóvoltából bőséges tartalékokkal bír, könnyedén elbírja az új hajtáslánc többlettömegét. Bevált teherautós és buszos elemekből építkezik, ezért választották a Scania és MAN elektromos teherautóban is használt központi villanymotort. A 4 fokozatú váltó jóvoltából mindig a gazdaságos fordulatszámtartományban dolgozhat, manőverezés közben és autópályán egyaránt. Nagy feszültségű légsűrítő gondoskodik a fékezéshez, rúgózáshoz, ajtóműködtetéshez, nélkülözhetetlen sűrített levegőről. 3 hűtő és fűtőkörrel rendelkezik a jármű, amelyek ráadásul képesek egymásnak is átadni a hőt. A 20 fokos az akkumulátorokat hűti és fűti, a 60-as a villanymotor, a töltésvezérlő és az egyéb komponensek hűtéséért felel, míg a 80 Celsius fokos kör a vezető és utastér melegét biztosítja. A tetőn lapos kialakítású, széndioxidos hűtőközegű légkondicionálót találunk. A hőszivattyús fűtőrendszer 3 elektromos fűtőberendezéssel dolgozik, amelyet opcionális gázolajkályha egészíthet ki. Alaphelyzetben 4 darab akkumulátort építenek be a motortérbe, 2-t egymás fölé a bal oldalra, egyet középre és egyet jobbra. Opcionálisan a vezetői hálókabin helyére rendelhetünk 1 vagy 2 további egységet. Az akkumulátorok esetében a csomagolás technika szempontjából előnyösebb, ám cserébe drágább megoldást választottak. Nevezetesen egy tömzsibb és egy laposabb házat terveztek, mindkettőnek ugyanaz a beltartalma, ám így jobban elhelyezhetők az energiatárolók a busz különböző részeiben. Így például a gépészeti térben bal oldalra a laposakat építették be, középre és jobbra pedig a magasabb, rövidebb egység került. A második ajtó mögötti térbe is a zömök egységből kerülhet be 1 vagy 2. NMC, azaz lítium, nikkel, mangán, kobalt oxid akkumulátorokat használnak. Ugyanazokat a prizmatikus cellákat, mint az LTGX teherautóban. Kifejezetten kicsi, 50%-os nikkel arányt alkalmaznak, ami csökkenti az energiasűrűséget. Azonban ez hosszabb, várhatóan 1 millió kilométert meghaladó élettartamot biztosít. Nem utolsó sorban a csúnya tüzeket okozó termikus megfutás kockázatát is mérsékli.
Ennek érdekében amúgy a szabályzórendszer nagyon szigorú szemmel felügyeli az egyes komponenseket, hiszen nem csak az akku, a segédberendezések is okozhatnak termikus megfutást. Szükség esetén a problémás részegységeket vagy az egész rendszert lekapcsolják ennek megakadályozására. Hallom, ahogy kiabálsz a székben, hogy ne fecsegjek ennyit a műszaki részletekről. Halljuk végre, hogy mit is tud. Ha vezettél már elektromos haszonjárműveket, akkor tudod, hogy a csendesebb, vibrációmentes működés milyen földön túli élmény. Ezt a különbséget még akkor is érzed, amikor a dízelmotor eredetileg bő 10 méterrel mögötted lapult. Ugyanilyen pozitívum a sokkal egyenletesebb és dinamikusabb, szinte zökkenőmentes gyorsulás. Mivel a 330 kW nem a csúcs teljesítmény, hanem a tartós teljesítmény, ezért nem lepődtünk meg, hogy könnyedén megmászta a tesztpálya meredek hegyét, és az országúti tempóról a további gyorsítás sem okozott gondot. Ez még egy prototípus volt, így számítógépek és mérőműszerek lógtak benne. A hűtőventilátorok állóhelyzetben a dízelmotor alapjáratánál is hangosabb zaj csaptak, ám azokat valószínűleg a tesztmérnök csavarta manuálisan fullra, hogy az újságírók és ügyfelek kemény nyúzását is bírja a gép. Hasonlóképpen nem végleges megoldás, hogy a menetpedálról lelépve igen erős rekuperációs lassítást tapasztalunk, amivel a megszerzett mozgási energia azonnal elvész, nem tudjuk ügyesen kihasználni. A végleges változatban az ígéretek szerint ez is szabályozható lesz majd. Az elektromos hajtáslánc kapcsán megjelent néhány új menüpont a műszeregységben, és teljesítménymérő trónol a fordulatszámmérő helyén, ám mindez az alapvető interakciókat nem befolyásolja. Minden más ugyanaz, és ez hatalmas előny, hiszen így a járművezetőknek nem kell újra tanulniuk a kezelést. Tavaly még csak sejtelmes utalásokat kaptunk arra vonatkozóan, hogy a 2025-ös modell lévő teherautók hatalmas újítását, nevezetesen a szögletesebb dizájnjú, a képernyő széleit jobban kitöltő grafikát mikor kapják meg a buszok, most már tudjuk, hogy nem sokára, hiszen itt is ez dolgozott már. Valószínűleg nézőink egy jó részét az is érdekli, hogy az utas mire számíthat. Na fülej, mit nem hallunk? Töltőinfrastruktúra kérdéseiről ebben a videóban meséltem már. Az MAN a saját töltőhálózatában a nyilvános láncoknál olcsóbb árat ajánl, ami a gazdaságos üzemeltetés egyik kulcsa. Minden töltőállomást egyesével ellenőriznek, hogy buszok számára is megfelelőek-e. Ígéretük szerint már most találunk olyan felhasználási módokat, ahol a dízelek alatti lehet az elektromos turistabusz teljes birtoklási költsége. Ami fontos, mert ezeknek akár 6 év alatt kell megtérülniük az első üzemeltetőnél. Az autóbusz már most az egyik legbiztonságosabb és legzöldebb közlekedési eszköz. Ma egy turistabusz körülbelül 30 g széndioxidot ereget utaskilométerenként. Ám az EU környezetvédelmi célkitűzései komoly feladat elé állítják az egész szektort, főleg úgy, hogy a HVO és a B100 itt nem számít bele a széndioxid kibocsátás csökkentésébe. Ezért az MAN Euro 7-es városi busz nem is tervez, és a városon kívüliek is előbb-utóbb mind akkumulátoros elektromosak lesznek. Az üzemanyagcellás járművek a többszöri energia átalakítás miatt háromszor annyi energiát igényelnek, mint az akusok, ezért azt a technikát a buszos oldal el is engedte. Ígéretes a projekt, kíváncsian várom a sorozatgyártásút, mert a Coach of the Year díjnyertes platform tavaly alaposan felfrissített változatát villamosítják itt hatékonyan.
Az Alpok festői hágóin vezethettem a dízelmotorost, nézd meg a vonatkozó videókat a témában, hogy lásd most mit kínál. Dicséret illeti őket, hogy bátran megmutatták, itt tartunk jelenleg a fejlesztésben. Nem irigylem a zaj vibráció nyersesség szakterület mérnökeit, nekik a villanyos hajtás korszaka rengeteg új kihívást hoz. Gondoltad volna, hogy a tükör helyettesítő kamerák kis konzolja és tud olyan szélzajt csinálni, ami autópálya tempónál már hallható? Azonban például azért is fedi most álcafestés a homlokfalat, mert ősszel egy új dizájnnal debütál a végleges változat, amely számottevően csökkenti majd a légellenállást. Az E-korban ez létfontosságú, hiszen hatalmas hatással bír a hatótávra. Ha tetszett, amit láttál, kérlek, mindenképpen iratkozz föl, és akkor legközelebb is találkozunk. Addig is, viszlát! Gépjárművében a Bors utastérszűrő tiszta levegőt, az ablaktörlő pedig zavartalan kilátást biztosít.